Elkezdődött a strandszezon az újvidéki Dunaparton, mint ahogy minden évben idén is sok látogatóra számítanak. A víz még hideg, tehát fürdésre nem alkalmas, de napozni és kirándulni már lehet, valamint a vendéglátó helyek is nyitva vannak. Miroslav Zsájkovics rendszeresen jár az újvidéki strandra unokáival. A futaki férfi elmondta, az a legjobb, hogy itt a gyerekek szabadon játszhatnak és futkározhatnak. Najčešće dolazim ovako da čuvam unučiće, odnosno ovog puta unuka, a popodne ćerka dovede i unuku, pa budemo tu. Zato što je širok prostor, ima hladovine, ima peska za decu i ovako je opšte ambijent i divan. A part melletti vendéglátók is megtelnek lassan. Dragan Milošević már évek óta ugyanabba a kávézóba jár. Zavisi od posla, na koji sam smena, ali kad god mogu, bukvalno samo skoknem ovde na pićence, na sokić. Az újvidéki strand teljes mértékben készen áll a látogatók fogadására. A nyitás előtti munkálatokról jelen a Prica kereskedelmi és turisztikai igazgatóhelyettes beszélt. Ono što je uređeno pred početak sezone jeste uređenje plaže, pre svega zelenila, orezane su, uklonjene suve i bolesne grane na stablima kako bi posetioci bili bezbedni. Uređeno je sve ostalo zelenilo, ofarbani su prostori na poslovni prostori na štrandu, popravljeni ukoliko je negde bilo neophodno rekviziti na dečjim igralištima. Obezbeđena je spasilačka služba, lekarska služba, tako da u punom smislu te reči može da počne letnja kupališna sezona. Jelenleg nem gyülekezhet 5 főnél több, de amint azt a járványügyi helyzet lehetővé teszi, izgalmas programokat is szerveznek majd a strandon.